Star Drive 2 teszt. Nos, mindenek előtt szeretném leszögezni, hogy a Star Drive 2 egy remek játék, és az előző epizód is az volt. Az egyetlen igazi dolog, amit fel tudok hozni ellenérvként, az magát a játékfejlesztőt érhetné, vagy az örök elégedetlen játékosokat, akik csak a vége láthatatlan ígérettengerben hisznek. Ahhoz, hogy a játék teljes egészét átérezzük, fontos megnéznünk, milyen a függöny mögött, pontosabban mi volt a függöny előtt. Értelemszerűen a Star Drive 2 a Star Drive 1-nek a szellemi örököse. A Star Drive 1 egy Kickstarter projekt volt, nem feltétlen hatalmas összegekkel, a fejlesztő 7500 dollárt kért és 18000 dollárt kapott. Nem rossz. Azért beszélek egyes számban a fejlesztőről, mert ez egy annyira garázs cég, hogy én még azt is hallottam, hogy egy ember készíti, esetleg kettő. A hivatalos leírásban kis cégnek van feltüntetve, de na értitek. Szóval a Kickstarter projekt siker volt, de sajnos ez is abba a kategóriába esett, amiben sokat akart a szarka, de nem programozott le mindent, amit ígért. És itt lépünk be a Star Drive 2-be, ami annyira tagadhatatlanul a szellemi örököse az egynek, hogy ugyanaz az engine hajtja, ugyanúgy néznek ki a hajók, a bent lévő 9 népből 8 ugyanaz, és kaptunk még egyet, de még az animációk is, és ebbe sem sikerült belerakni a multiplayert. Tény, hogy az első epizóddal ellentétben itt már meg sem volt ígérve. Szóval a kérdés röviden és tömören, egy teljes áru játékért kapunk egy izmosabb DLC-t? Igen, mert elég kevés az újítás benne, nem, mert viszont ami újítás van benne, az mind-mind jól van kivitelezve, és összességében teljesen át van alakítva a játékmenet is. Az előző rész tapasztalatai alapján a rossz dolgokat kirakták, a jó dolgokat meghagyták, feljavították, pont ahogy illik egy rendes folytatáshoz is. Plusz ne feledjük, hogy garázs cégről beszélünk. És az utolsó bitjéig ez egy remek játék. Még akkor is, ha később szidom egy kicsit, de ez pontosan olyan érzés, mint amikor arra érsz haza, hogy a kutyád a szőnyeg közepén hagyott egy telirakott KFC csomagot, te meg legszívesebben kidobnád kutyástól a csomagot az ablakon, de végül feltakarítod a mocskot és leülsz a kanapéra a kutyáddal. Plusz, az tagadhatatlanul a Star Drive 2 mellett szól, hogy a AAA-s címek nyűszítve elbújhatnak ennek a kis apró cégnek a zsebében. Nos tény, hogy mostanában nem érkezett sok és erős ellenfél stratégia terén, pláne nem űrkategóriában. Példának okáért ezt a két címet nemhogy megeszi a Star Drive, hanem megeszi, ráiszik egy pohár vörösbort, kiszolja és belekézi a földbe. De már annyit beszéltem a játék körülötti dolgokról, hogy nézzük, mit is kapunk a pénzünkért, rosszabb esetben letöltési sebességünkért. Ennyi, hogy már most a torrentjét keresett, tessék megvenni, mert megérdemli! A játék főmenüjében két opció vár minket. Az egyikkel a kampányt indíthatjuk el, amely egy sandbox, hódíts meg a világot móka, a másik pedig egy Battle Arena nevű dolog, amiben pályáról pályára kell a többszörös létszám fölében levő ellent megennünk. Ehhez rendelkezésünkre áll minden pályán egy adag összeg, amiből vásárolhatunk új fegyvereket és hajókat. Ennek a játékmódnak az a legfőbb lényege, hogy ki tudja a lehető legjobb hajó dizájnt létrehozni. Igen, mert ilyet is lehet. Sőt, ez a legérdekesebb része a játéknak, de erről majd később. A játék maga az egyel ellentétben egy körökre osztott 4X stratégiai játék. A 4X
Az angol felfedezés, terjeszkedés, kitermelés és kiirtás szóból fakad. Ez a négy szó magába is foglalja a játék fő aspektusát, hogy mit is kellene nagyjából csinálnunk a játékban. A játék amúgy elég sok helyről merít ihleten, de ezt nem is tagadja, sőt nagyon sok a multikulturális utalás is. A kedvencem az volt, amikor a játék végén egy virtuális táblázaton elhelyez a játék teljesítményünk alapján, a játék pont táblázata tetején pedig maga Sid Meier csücsül, a mellette beírt szöveg pedig a következő. Sid Meier a modern stratégiai játékok ősatja. Isten óvjon minket, hogy egyszer rátegye a kezét egy igazi nukleáris arzenára. De fogunk mi még találkozni Rambo-val, Rambagoly, aki egy felszabadított bagoly rabszolga volt, illetve ellátogathatunk az LV422-re is. Rengeteg ilyen kis kikacsintás van a játékban, nálam ez egy plusz pont abszolút. Sokan amúgy a Master of Orionhoz és az Imperium Galactica 2-höz hasonlítják, az előbbivel nem játszottam, de az utóbbira én is csak azt tudom mondani, hogy tojás és csirke. Na jó, csirke és csirke. Csirke és nagyon szaftos csirke, csirke is kéjátszi. Jó értelemben. Mielőtt beleugrunk a kampányba, előbb személyre kell, lehet szabni, úgy helyek közel mindent. A pályát, az időt, a méreteit, elhelyezkedést és ami a legfontosabb, magát a népedet. A népedet egy plusz-minusz elosztásos trait rendszer szerint személyre szabhatjuk, sőt el is menthetjük, hogy később ismét játszhassunk vele. Én így alkottam meg a saját Space Magyarországomat. A játéktér a kampányban egy nagy kör alakú koordináta rendszer, ebben az előtte általunk megadott opciók szerint helyezkedik el a több-kevesebb csillagrendszer, bolygó és aszteroida öv. A gyorsabb közlekedés érdekében vannak a pályán elszórva fekete lyukak is, amik a pálya különböző részeit kötik össze véletlenszerűen. Ezeket jobb szemmel tartani, mert két irányú a dolog, és sokszor jönnek belőle rossz dolgok nekünk. Sokszor rossz dolgok. Aztán máshonnan is, aztán mindenhonnan. A játéktér itt körökre osztott stratégiai játékként működik. Mondjuk itt egy kicsi csalást érzek, mert ahogy elnézem, ez nem egy igazi körökre osztott dolog, hanem inkább kiadhatjuk az összes parancsunkat, aztán a space gomb lenyomásával azok végrehajtódnak, vagy elkezdődnek. Mint egy 1-2 másodpercig megy a játék, aztán megint pause gomb, megint megállítja a játékot. Ezt a játék nekünk egy körnek titulálja. Szóval olyan a körökre osztás, mintha a játék 2 másodpercenként megnyomná a pause gombot helyettünk. De ezeken nem akadunk fel, jól működik és kész. Mellesleg így mondjuk nem kell órákat várni a gép lépéseire, mint a legtöbb körökre osztott stratégiai játékban. Sőt, ha folyamatosan nyomva tartjuk a space gombot, akkor akár úgy is játszhatjuk a játékot, mint egy sima RTS-t. Azért, hogy ne legyen annyira unalmas a csillagok között bóklászva felfedezni a világon, találkozhatunk pár RPG-szerű feladatkörrel, a pályán elszórva, ahol a még kis döntéseink alapján juthatunk új fegyverekhez, hajóhoz, pénzhez, vagy nem, ha rosszul vagy úgy döntöttünk. Valami King Arthur-szerűség, ha mond nektek valami. Ez a körökre osztott játékmenet egészen addig folytatódik, amíg csatába nem kezdünk. Ebből két lehetőségünk van. 1. Űr. 2. Szárazföldi. Az űrcsaták úgy működnek, mint a legtöbb Total Warban vagy a fentebb említett Imperium Galaktikában. A csata előtt elhelyezzük hajóinkat, majd elindítjuk a csatát, egy RTS módban próbáljuk leverni az ellen hajóit, vagy űrbázisait, ha van neki. A szokáshoz híven itt is a kicsitől a nagy hajóikban minden. És mivel teljesen személyre szabhatjuk hajóinkat, illetve a gép is, ezért a csaták sose unalmasak, mert sose tudod, hogy az ellenség mikor építette át a hajóit, valami olyasmire, amire te
nem is készültél fel? Az őrcsaták pedig izgalmasak és látványosak, talán nem annyira, mint a fent említett nagy testvér esetében, de eléggé ahhoz, hogy sose unatkozzunk. Az új hajók és a hajóosztályok pedig rá kényszerítenek minket, hogy mi is változtassunk a hajóinkon, taktikáinkon, amitől sose válnak unalmassá az őrcsaták. Példa. Megépítek egy pár titán osztályú hajót hatalmas tüzérségi ágyukkal, mert tudom, hogy az ellenséges hajóknak alig van páncélzata, erre ő épít pár hajót, ami tele van vadászhangárokkal, én meg ezt nem tudva nem telepítettem légvédelmi ütegeket a hajómra. Az egyetlen dolog, amit tehetek, hogy végignézem, ahogy a kis vadászrepülők szépen lassan, de biztosan csapatokra lövik az én bizarr óriásomat. Jó, ez most így bizarr példa, mert a játékban ilyet sose tennék. Másrészt, ha látom, hogy nem tudok elbírni a szemközti flottával, akkor visszavonulok. Ha pedig ezt a két dolgot nem tenném meg, az valószínűleg azért lenne, mert már az összehazódott hullám nem kémes nyomkodni tovább a játékot a háromnapos étlen szomjan gépezés következtében. Szóval mindig egyetek és igyetok eleget, amikor három napig gépeztek. De ha easy-n akartok játszani, akkor akár aludhattok is. A szárazföldi csata ennek merő ellentéte, sőt az egész játék ellentéte, ugyanis itt már tényleg szó szerinti körökre osztott stratégiába csap át a játék, nézetre osztott tereppel és egyszer én egyszerű lépegetéssel. Ez is nagy fejlődésen ment át az előző epizódhoz képest, sőt talán ez a része változott a legtöbbet a játéknak. A szárazföldi csata aszerint zajlik, hogy szállítóhajók segítségével eljuttatjuk a csapatainkat a célbolygóra, majd ott megküzdünk az esetleges védőkkel, értelemszerűen. Szerencsére itt is van lehetőségünk testre szabásra, csapatainknak kutatás által szerezhetünk jobb páncélzatot, fegyverzetet, esetleg képességeket is akár. Ezeket a felszereléseket nem kell gyártani, kutatás után egybe elérhetőek, csak arra kell figyelnünk, hogy a frissen besorozott újoncainknak odaadjuk őket. Arra pedig különösképpen figyeljetek, hogy a szárazföldi csapataink egy lemming értelmi és harci morájával rendelkeznek, ugyanis nem lehet visszavonulni. Ha már kutatásról beszélünk, akkor nézzük is meg, hogy is működik ez itt. Ha megnyitjuk a kutatási képernyőt, akkor egy elég érdekes és addiktív kutatási fát látunk. 6 főág van. Építés, ahol különböző hajó és gyártással foglalkozó kutatásokat végezhetünk. Biokémia, aki szeretné népét módosíthatja, vagy a kevésbé doktor genyák egyszerűen csak új élelemforrásokat kutathatnak. Energia, nevéből adódóan minden, ami energiát eszik, termel, csinál, néz, gondol, arra itt találsz egy kutatást. Közgazdaság. Itt mindenféle népmanipuláló eszközhöz, illetve gazdaságfejlesztő épületekhez és fejlesztésekhez juthatunk. Fizika. Ez egy elég hasonló terület a játékban legalábbis, mint az energia ág, csak itt a fizikai törvények más fajtái vannak. Például, ha hatalmas lézerágyúkat szeretnél, azt az energia ágban kell keresned, de a hatalmas gravitációs ágyúkat, vagy falangszgépágyúkat, akkor már jó helyen jársz. Ez az öt ág azért néha így összemosódik. Kísérleti ágazat. Semmit sem tudsz arról, hogy mit fogsz kapni, cserébe elég sok kutatási pontba kerül, legalábbis az elején soknak érződik. Persze általában elég értékes dolgokat dob ki a végén a játék, de sosem ugyanazt. Ez a játék random generátora, ha úgy tetszik. Szóval választékból van elég, bár akkor sem ezt teszi érdekessé az egészet. Civilization és sok más stratégiai játékkal ellentétben itt minden ágnál van három lehetőségünk, hogy mit szeretnénk. A lustább embereknek, akik még elolvasni sem hajlandóak, hogy mit kutatnak ki, egy kis ikon jelzi, hogy a három választható kutatás közül melyik micsoda. Épület, védelmi rendszer, fegyver, stb. És akkor a három lehetőség közül kiválasztunk egyet, és miután azt az egyet kikutattuk, a másik kettő kutatása már nem tehetjük rá a kis fegyverekre és épületekre éhes mancsunkat. Ezáltal lehetséges, hogy az egyes népek, fajok a játékban teljesen másfajta játékstílust választanak, vagy hogy legalábbis te teljesen másmilyen választ, mint ők.
Például, ha látom, hogy a másik nép, aki már régóta szúrja a szemem, rakétacirkálókat épít éjjel-nappal, akkor lehet, hogy érdemesebb olyan kutatást választanom, ami rakéták ellen nagyon jó. Így ezáltal egy-két jó kutatással akár meg is nyerhetjük a játékot, vagy akár el is veszíthetjük, gondolhatnánk. De azért nem akkora a baj, azokat a kutatásokat, amiket már nem tudunk kikutatni, azokat is meg lehet szerezni két módon. Egy, még a játék megkezdése előtt a népünket ugye saját kényünk kedve szerint sajátunkra formálhatjuk, és van egy trait, a kreatív, amivel a játékban az összes kutatást ki tudjuk kutatni, cserébe, hogy ezt a trait-et megkapjuk, minden másban teljesen bot hülyének kell lennünk. Egy átlagos nép például kicsit jobb lehet az űrcsatában, lehet kevesebb pénze, jobb a gyártása, ilyesmi. Ide-oda tologatással ki van balanszolva, hogy van amiben jobb, van amiben nem. A kreatív nép viszont gyakorlatilag rosszabb, a gyártása rosszabb, a hadserege rosszabbik a lábszaga is. Minden rosszabb, de mindent kikutathat magának. Magának. Kettő. És itt jön a másik lehetőség, mi van, ha mástól szerzem meg? Igen, mert a kutatásokat bizony el lehet üzletelni. Van valamit, ami neked van, és neki nincs, és ugyanis kutatási pontba kerül. Cseréld el, és onnantól kezdve mind a kettőtöknek meg lesz. Vagy a tiéd nem annyira jó, told meg egy kis arannyal, és már is tiéd lehet a szuperpusztító 3000. És hát tudom, mi a francnak mondjam el magának? Azért, mert én vagyok, aki a város tisztességes polgárait megóvja az undorító fertőtől, mint amilyen ez is. Hello, Frankie! Jó, hogy itt van. Megjött a D83-as svéd vibrátorszopó automat, amit a múltkor megrendelt. Ajándékba viszem. Illetve persze kérhetjük Hadi Sharsnak is, vagy egyszerűen ellophatjuk tőlük, ha tudjuk. 2 plusz 1, illetve egy kis side note dolog. Ha miénk az asszimilálás, kutatás, vagy trade, vagy mindkettő, akkor minden elfoglalt bolygó után kapunk egy-két kutatást az övéi közül. We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. We will add your biological and technological distinctiveness to our own. Your culture will adapt to service us. Resistance is futile. Beszélünk itt sokat a különböző diplomatikus és titkos akciókról, akkor erről is ejtsünk egy kis infót. Nálam általában ezzel veri le a legtöbb játék a biztosítékot, mert a stratégiai játékokban ugye háborúzni jó, nem tárgyalgatni, ezért sok játékban ezt a részt eléggé elhanyagolják, vagy elnagyolják. Azért ez sem hardcore stratégiája, ezért itt sem tökéletes a diplomácia, egy kicsit nagyobb szabadságnak, több lehetőségnek örültem volna, de így sem vagyok elégedetlen, mert legalább a fejlesztő megoldotta, hogy egyszerűen használható és átlátható a diplomácia. Minden kérésünknek, illetve ajánlásunknak van egy értéke, ami a konkrét általános pénzbeli értéke, és egy tolerancia értéke. Ez határozza meg, hogy mit enged egy nép felénk, és mit nem. Hiába vagyunk mi a galaktikus gazdaság éllovasa, akkor sem tudunk azonnal hatalmas gazdasági szerződés aláírni egy néppel, akivel két percet találkoztunk. Illetve ez a tolerancia és vagyoni érték változhat aszerint, hogy az adott faj milyen beállítottságú, a zárkózott népek nem nagyon szeretnek cserélgetni. Ezért kisebb lesz a tolerancia szintjük mindig, mint a miénk. A nagylelkűek pedig azért sem haragszanak meg, ha esetleg mi 10-20%-kal többet kérünk, mint adunk. Összességében ez a diplomáciai fül elég szegényes, cserébe pontosan tudom, hogy mit és hogyan kell csinálnom, ha valakivel jobban szeretnék lenni, és kivel milyen üzleteket köthetnék, mennyi haszonnal. És nem támad meg azonnal az a szomszéd, akinek az előbb adtam oda a fél kutatási fámat. Kivéve, ha ő háromszor akkora, mint én, és semmi esélyem védekezni. A kémkedés sajnos ennél még szerényebb. Elküldhetjük a kémeinket egy másik nemzethez, ahol kémkedési pontokat kapunk érte, majd ezeket a pontokat felhasználva juthatunk kisebb, nagyobb, gyorsabb, lassabb bónuszokhoz, ami rendjén is van,
Csak az a baj, hogy az össz lehetőség az 4, azaz 4 darab opció. Növelhetjük a kapcsolatunkat velük egy darabig, látjuk a hajóikat egy darabig, elkezdjük lassan ellopni a technológiájukat. Nagyon lassan, de biztonságosan. Vagy megtudhatjuk egy technológiájuk helyét, ahova a szárazföldi csapatokkal oda megyünk, akkor instant megkapjuk a kutatásokat, mint hogy kifosztjuk a kutatási labort. Ez mondjuk elég ötletes, ilyenből kellett volna még egy pár. És persze elhelyezhetünk házőrző kémeket is, akik abban segítenek, hogy a fent említett hatalmas listából ez se valósulhasson meg ellenünk. Általában ezt a lehetőséget választottam, bár tényleg, hogy sosem voltam a kémkedés nagymestere. És ha már kémkedés nagymestere, akkor mindenképp meg kell említenem a pénzügyek és gazdaságok nagymesterét, az Empire Management fület, ami egy nagyon hasznos dolog, mert persze, amikor van két bolygónk, akkor még elég egyszerű az élet, akkor viszont már 20 van, és azok között kell szétosztanunk az ételt, a humán és non-humán erőforrást, kiadni a parancsokat, hogy gyártsunk dolgokat, ami elég zavaró dolog, ha véget ér a gyártás egy bolygón, arról kapunk üzenetet, de arra már nem figyelmeztet a játék, hogy van olyan bolygó, ahol nem csinálunk semmit, ezáltal kárba vész a gyártási kapacitásunk. Mindenesetre ez a kis menücske nagyon nagy segítségünkre lesz, a játék előre haladtával egyre jobban és jobban, mert nem csak a statisztikákat nézhetjük itt meg, hanem ha szeretnék, akár itt ki is adhatjuk a legfontosabb parancsokat. Végül pedig elérkeztünk a játék szíve lelkéhez, a Minecraft hajóbarkácsoláshoz. A harcrendszer ugye abból áll, hogy legalább kettő vagy több hajó egymásnak esik, mert azoknak a fegyvereik elkezdik blokkról blokkra lebontani a hajókat, amik öt fő részből tevődnek össze. Első rész, jobb oldal, bal oldal, középső rész, hátsó rész. Minden rész felszerelhető bizonyos korlátozások mellett akármivel. Például a hajtóműveket nem rakhatjuk a hajó közepébe. A középső rész csak akkor lehet sebezni, ha az a külső rész, ahonnan a támadás érkezik, már meg van semmisülve. Ha a középső rész megsemmisül, a hajó felrobban. Ezt a részt amúgy eléggé átalakították az előző részhez képest, szerintem nem lesz se jobb, se rosszabb, inkább egyszerűbb és könnyebben kezelhető lett. Ami tagadhatatlanul ráfért erre a részre, mert eléggé zavaros volt a hajóépítés az előző részben. Úgy érzed, nem vagy elég jó ebben? Nem baj, azok, akik nem szeretnének 20-30 perceket az űrhajójuk pimpelgetésével tölteni, azoknak már van meglévő és kész hajó dizájnom, csak a szükséges kutatásokat kell megszerezni, és már passzolhatjuk is a gyártósorra. Már a saját tapasztalatom az, hogy még a meglévő tervezőket is érdemes néha kicsit átalakítani, mert hogy erre is van lehetőségünk, hogy a már létező tervezőket itt-ott átalakítsuk, majd elmentjük az egészet egy saját tervként. Én jó párszor szoktam ezt csinálni, mert az alapjátékban levő hajókkal nincs bajom, maximum csak annyit szoktam átalakítani a hajókon, hogy a legtöbb blokknak legyen az fegyverzet, pajzs, hajtómű, reaktor, vannak perkeik, ami kicsit változtatnak az értékein az adott felszerelésnek. Nagyobb lőtáv, szélesebb tüzelési hív, nagyobb életerő, stb. Persze ezeknek vannak hátránya is, legtöbbször a súly és az energia felhasználás és a gyártási költség rovására. Én jobban preferálom a minőségibb, de drágább hajókat, de akár az is egy módszer, ha valaki sok olcsó hajót akar inkább építeni. És most persze csak a fegyverekről beszéltem, de vége láthatatlan fajtájú és minőségű hajót legyártatunk, csak az időnk és a kutatásaink szabnak határt. Nekem például rendszeres tagja a flottámnak a kutatóhajó, ami nem rendelkezik semmilyen fegyverzettel, csak kutatási célokra való műszerekkel. Még hosszasan sorolhatnám a felhasználási módjait,
ennek a hajóépítő rendszernek, de szerintem ez egy olyan dolog, ami az embernek saját magának kell felfedezni, és egy ember amúgy sem tudja kiaknálni az összes lehetőséget. És igen, itt kanyarodunk vissza a teszt elejére, nincs multiplayer. Mivel egy ember nem tudja kiaknázni az összes lehetőséget, ezért adva van az ötlet, hogy hey, akkor hívom a haverom, és együtt romba döntjük a világon. Bár a játék nehézségi szintje alapján inkább Coop Survivor lenne, de most ezen nem akadunk fenn. De azon már igen, hogy nincs, no, nyet, semmiféle fajta multiplayer nincs a játékban. Még a sima Battle Arena-ban sem lehet összemérni erőnket egy normális emberi játékos ellen. Talán később egy DLC vagy mod segít ezen, még azt se bánnám. Inkább fizetnék még egyszer ennyit, csak azért, hogy a saját magam tervezte hajóval rúgjam szét a seggét a haveromnak, vagy a haverommal együtt harcoljunk a hordában érkező vadászok ellen. Hát mennyire király lenne már? Mod support terén legalább javít a játék, teljes Steam support meg játékba implementált mod panel segíti a játékot. Már most van hozzá Star Trek, meg Star Wars, mindenféle mod hozzá, ami segíti a tervezői hiányosságokat befoltozni. Talán egyszer jön egy multi is hozzá? Maybe. Nos igen, azt hiszem kiadtam magammal az összes jót és az összes rosszat a játékkal kapcsolatban, ezért most tartok egy gyors summázás a konvencionálisabb meghatározások szerint is. A játék a kézi festésű játéktérrel, karakterekkel, hajókkal elég jól néz ki, ráadásul ez nem AAA-s játék, és ez nem is mérvadó a játékban. Eldurruzsol valami a háttérben, addig amíg kiötlöm a legújabb szuper gonosz világelgázó tervemen, az a bug mondjuk elég zavaró, amikor a játék néha 300%-os hardcore hangerőre kapcsol, szóval aki fülessel hallgatja, csak óvatosan. Na ez az a dolog, amiben egy kis garázscégnek domborítania kell, és lényegében sikerül is neki. A nagyok elbújjanak ez a játék mögött, nagyon élvezetes, de a multi hiánya erősen leredukálja a maximális játék óra számot. Hát ez nem volt egy rövid teszt, de esetre köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ez volt a Star Drive 2 teszt, ha tetszett, akkor vegyétek meg, mert megérdemli. Sziasztok!